A Pannonvíz szakemberei napok óta folyamatosan dolgoznak a szombaton beszakadt gödörnél. Már megtalálták a meghibásodott részt, és kiderült, a hiba elhárítás akár hetekbe is telhet. Ezért választott alternatív megoldást az útkezelő, amely szerda délutántól átszabta a körforgalmat. A körforgalmi rendet felfüggesztjük ebben a csomópontban, bár a formája természetesen az inkább kressz jogilag értelmezően függesztjük fel a körforgalmi rendet, és a 9 méter szélességű körpálya, ami rendelkezésre egy ilyen méretű körforgalomnál, ezt ketté osztjuk két forgalmi sávra, bizonyos tiltott kanyarodási irányokkal, és így legalább az egyenesen haladó kétirányú forgalom biztosítható lesz ma délutántól, tehát az Újlak utcai, meg a Szent István út, Munkácsy úti jelzőlámpánál kialakult torlódások oldódhatnak, illetve csökkenhetnek. A nem mindennapi próbálkozás célja egyértelmű, elkerülni a környéken napok óta tapasztalható dugókat. A négyágú csomópontban azért érdemes lesz óvatosan és a szokásosnál lassabban áthajtani, mondja a szakember. Tekintettel, hogy a körforgalomnak az elválasztó szigetei ugye járható szegélyekből készültek, de ezeken keresztül kell haladni, értelemszerűen egy pici bukkanót jelent, tehát nem lehet 30-40 km per órás sebességgel áthaladni, hanem lassan 30 km per óra alatti sebességgel kell beközlekedni. Nyilván ez egy új forgalmi helyzet, hogy mindenki körültekintően haladjon be ebbe az új helyzetbe. A változtatás addig marad érvényben, amíg nem végeznek a hiba elhárításával és az óriási lyuk kijavításával, ez pedig legalább egy hétbe, de inkább többbe is beletelhet. Az útkezelő szerint mostantól, ha lassabban is, de legalább lehet közlekedni a Petőfi híd környékén.